Na és akkor, ahogy ígértem, és ahogy kértétek is, most következzen a beszámoló az éves apa-fia tripről, mindenféle izgalommal, meg hasznos információval. Ha ti Észak-Olaszországba utaztok majd, akkor van hasznos információm. Meg lesz Lamborghini is. Ferrari is. Minden lesz. Szóval az apa-fia utak előzménye néhány apa-lánya út. Ezeket kb. 6 éve minden évben megrendezem Annával, és azért gondoltam arra először, hogy menjünk el kettesben, mert arra gondoltam, hogy amikor ott van az egész család, akkor mindenki beszél mindenkivel, mindenki veszekszik mindenkivel, mindenki csinál valamit, viszont amikor két ember együtt van, akkor jobban tudnak egymásra figyelni, és talán még hasznosabb a közösen töltött idő. És az a helyzet, hogy baromira beváltak ezek az apa-lánya hetek, mármint itt családilag, viszont művészet történeti szempontból talán kevésbé. Mert Annát vittem mindenhova a titeket is, Ravennába, Pádovába, Rómába, Velencébe, ez szóval ilyen kulturális szempontból fontos helyszínekre, mindenhol elmondtam az egyes festményekről, szobrokról, mindenféle izékről, hogy azok miért fontosak, és semmi sem maradt meg Annában mindebből. De tényleg néha visszakérdeztem, hogy arra emlékszik-e, tudja-e, hol volt ez, tudja-e, hogy mi annak a városnak a neve is. Zero. Aztán rájöttem arra, hogy teljesen irreális elvárások ezek a gyerekekkel kapcsolatban, úgyhogy Marcit már nem is terhettem ilyesmivel, éppen ezért, amikor az apa-fia hetek elkezdődtek, akkor ilyen Kecskemétre mentünk, csúszdázni, meg Debrecenbe lézerharcozni, minek fáraszan szegényt, ha úgysem marad meg benne semmi. Aztán valamikor tavaly valami poszterrel láttunk egy modern műalkotást, amire ránézett Anna, és azt mondta, hogy ez pont olyan, mint az az Egrikó kép, amit mit tudom én mikor, mit tudom én hol láttunk. Majd 4 nappal később felismert egy Giotto parafrázis, de úgy, hogy mondta is, hogy ez eredetiben megvolt Giottónak, szóval ez így lett a művészt, és ezt alakította át. És ezek után egyszer csak így folyamatosan jöttek az információk, meg a gondolatitásítások és kapcsolások, és egyszer csak rájöttem, hogy Annának így minden összeállt, szóval, hogy miközben úgy tűnt, hogy amit mondok, az egyik fülén be, a másikon meg ki, valójában miközben ő kislányként Barbikat nézett a kirakatban, azért baromira el is raktározta a háttérben mindazt, amit látott, és ez egyszer csak így összeállt, és onnantól kezdve már mindenről eszébe jutott minden, amit valaha láttunk. És akkor rájöttem, hogy a fiamnál az egészet elrontottam, és semmi hasonlóra nem neveltem, és semmi hasonlót nem mutattam neki, csak lézerharcoztunk. Éppen ezért idén elhatároztam, hogy végigviszem őt is Észak-Itálián, persze ilyen előzmények után azért neki be kellett valamilyen módon csomagolni a bizánci mozaikokat meg Giottót, úgyhogy alapvetően azt mondtam, hogy pizzázni megyünk, meg Lamborghini múzeumot nézünk, meg Ferrari múzeumot nézünk, és hogyha mindezek között véletlenül előkerül egy Giotto, akkor arra én már nem tehetek. Szóval minden összeállt az utazása, Marci haja is összeállt az utazása, majd látni fogjátok, hogy ez nem egy mesterfodrász nyírta, hanem én nyírtam, amikor Robiékkal a Balatonon voltunk, és Marci hajába valahogy belekerült egy rágógumi, és ott borotvával kellett megoldani ezt a helyzetet, de tulajdonképpen egy tökéletes Godforád Montmirály frizurát nyírtam neki. Ha valaki esetleg látta, jöttünk, visszamennénk bármelyik epizódját, akkor Jean Renault-nak, azaz Godforád Montmirálynak pont ilyen frizurája volt, és mi ezzel lehoztuk egész Észak-Olaszországot. Szóval először Szlovéniába érkeztünk meg, a határon megálltunk matricát venni, és valami elképesztő sor volt, szóval egy közel 20 percet kellett arra várni, hogy hozzájussunk a matricához, és ez pont az a hely, ahol Robival meg szoktunk állni, amikor elektromos autóval megyünk, és feldugjuk tölteni az autót, amíg veszük a matricát, hogy értékesen teljenek azok a percek. Hát ez a 20 perc, ez most kb. Arra elég lett volna, hogy teljes egészében fel tudjuk tölteni az elektromos autót. Aztán tovább mentünk, este megérkeztünk a szállásunkra, ahol volt ilyen jacuzzi, ahová be tudtunk csobbanni még este lefekvés előtt, másnap reggel csodálatos táj fogadott minket, és Marci pedig tükörtojást készített. Aztán másnap reggel megérkeztünk Velencébe, és óriási mázink volt, szóval ott van például az a hatalmas parkolóház, aminek a 10. emeleténél lejjebb én még nem kaptam parkolóhelyet, aztán megláttak minket az alfába, és azt mondták, hogy menjünk a másodikra, ahol egyébként kizárólag helyi lakosok parkolhatnak, volt is ott Ferrari, meg minden hasonló, és innentől kezdve fogtunk egy vízitaxit, amit egyből sikerült elcsipnünk, és utána meg elindultunk befelé a belvárosba, azon az útvonalon keresztül, ami még a Banksy kép is látszódik, szóval, hogy óriási mázink volt, de a mázik folytatódtak. Balla, 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 tondui, no me ne frega niente, balla tutta la notte, balla per mille ore, balla, balla, balla con lui, tu mi spezzi il cuore, balla, balla, balla sempre, balla per mille ore. Igen, ugyanis megkaptuk a királyi lakosztályt, szóval abban a szállodában mentünk, ahol már Robival is voltam, meg ahol Annával is voltam többször, és akkor így nagyon megörültek nekünk, hogy de a ragyos apuka, meg a kisfia, hát akkor nem akarjátok a királyi lakosztályt? És én meg azt mondtam, hogy a fenében akarnám, ahol ilyen
7 méteres belmagasság van, egy óriási Klimt festmény, ami nyilván nem eredeti, de hogy úgy néz ki. Van benne sauna, meg jacuzzi, szóval tényleg teljes téboly volt az egész. Ezután elmentünk egy pizzériába, és ettünk egy Rosso Pomodoro pizzát, aztán megnéztünk egyéb dolgokat, amiket szintén ti már láttatok. Például elmentünk a Tintoretto múzeumba, aztán volt vagy 40 fok, úgyhogy visszaúztunk a szállásra, és egészen estig ott húztuk ki, amikor aztán újra kitörtünk Velencébe is, és megtaláltuk a világ legelegánsabb emberét. Szóval, hogy neki aztán van stílusa. Ő nem fél megmutatni, van stílusa, és ezt nem fél megmutatni. És akkor a hasznos információ, szóval miközben napközben folyamatosan másfél órás során a Dózse palota előtt, vagy a Campanile előtt, a torony előtt, ahol fel lehet menni, és mindez a másfél óra, szóval ez nagyrészt a napon való átsorgást jelenti, ami elviselhetetlenül durva tud lenni Velencében. Este 7-kor törtünk ki a szállásról, és próbáltuk meg valamilyen módon megközelíteni ezeket a helyeket, és van 3 nap a héten, amikor azt hiszem este 10-ig van nyitva a Dózse palota, és mi pont egy ilyen napon voltunk ott, és este 7-kor oda mentünk, és hogy nemhogy nem volt hosszú a sor, hanem nem volt sor. Tehát, hogy egyenesen bementünk, egyenesen a jegypénztárhoz jutottunk, és azonnal megvettük a jegyet, és mentünk tovább, és pontosan ugyanez volt az élmény a Campanile-nél is, hogy egyszer csak oda mentünk a jegypénztárhoz, és már mentünk is a lifthez, és mentünk felfelé, és így kétszer kb. Ilyen másfél órát spóroltunk meg magunknak. Ezt nagyon tudom ajánlani. Amavo come il cielo e le stelle, ma tu mi hai deluso, e non soltanto una volta, tu sei ormai nel mio mondo, non ne potrai più uscire, non so più cosa fare, altro che aspettare. Egyébként a Dózse palotában egy csomó izgalmas dolgot láttunk, például két Dózsénak, a halotti maszkjának a gipsz lenyomata alapján készített, én nem tudom, hogy mi, de olyan hátborzongató volt, mintha konkrétan lenyúzták volna az arcukat, és ott volt ez a gépfegyver. És utána néztem a sztoriának, mert baromi izgalmasnak tűnt egy 1772-es gépfegyver, és az a helyzet, hogy ezt Giorgio Bergamin készítette méghozzá azért, mert felmérte, hogy Velencében van pénz, de nincsen elég ember, úgyhogy olyan fegyvereket kéne alkotni, amiket kevés embernek kell kezelnie, viszont nagyon nagy pusztítást képesek végezni. És az a helyzet, hogy ezt a fegyvert sikerült is elkészíteni, összesen 3-4 ember kellett a kezeléséhez, viszont olyan tűzerőt jelentett, mint az ellenséges oldalon egy kisebb csapat, és baromi jól is működött, leszámítva egy kicsit pontatlan volt, és a gyártása az írtózatosan sok pénzbe került, úgyhogy a meglehetősen bürokratikus Velencében így osztottak, szoroztak, és arra jutottak, hogy végül néhány darab kell, de olyan nagyon-nagyon sok nem kéne belőle. Na most ami az érdekesség, hogy egyszer bevezették ezeket a fegyvereket egy tuniszi csatában, ahol hajó ellen harcolt, és ott használták ezt az őrületet, és kiderült, hogy eszeveszett hatékony, szóval sokkal nagyobb pusztítást végzett, mint azt eredetileg gondolták volna, amitől meg is ijedtek a velenceiek, és akkor meg úgy döntöttek, hogy ezt dugjuk el, mielőtt más is megtalálná. Úgyhogy 80 éven keresztül eldugva voltak ezek a fegyverek, amikor is újra előszedték őket az 1800-as évek közepén, és kiderült, hogy még akkor is nagy tűzerőt jelentenek, bár így a fegyverek úgy általában fejlődtek annyit ez alatt a 80 év alatt, hogy akkor már nem volt akkora az előnyünk. De most múzeumban hát azért elég királyú néznek ki. Ezután volt még egy velencei éjszakánk, amikor össze-vissza császkáltunk, aztán másnap elmentünk Ravennába, ahol megnéztük a híres bizánci mozaikokat, meg Dantét, meg Beatrice-t kifordítva, már nem így önmagából kifordítva, hanem így újraértelmezve, és na. Ez jött ezután. Balla, balla, balla tu, non me ne frega niente, balla tutta la notte, balla per mille ore, balla, balla, balla tu, tu mi spezzi il cuore, balla, balla, balla sempre, balla per mille ore. Io ti amavo come il cielo e le stelle, ma tu mi hai deluso. Persze volt közben strandolás is, meg csúszdapark is, de azért Marci már elkezdett gyanakodni, hogy itt egy kicsit túl sok a kultúra, úgyhogy végül befutottunk a Lamborghini múzeumba Modena mellett, ami nem nézett ki rosszul, de az az igazság, hogy egy kicsit csalódás volt. Szóval én sokkal több szintre, meg sokkal több autóra számítottam, és ehhez képest talán, nem is tudom, egy 15 autó lehetett kiállítva, aminél azért sokkal többfélét készített a Lamborghini, és sokkal inkább lett volna mit mutatni, de volt néhány spéci modell. Ott volt például a Sián, és az újak közül egyértelműen az volt a kedvencem, például mert az megvan nekem Legóban is, és ezt én raktam össze a két kezemmel, és ez a hónapokig tartott az összepakolása, és tök jó pofa volt most felismerni ezeket a vonalakat a valóságban is. Értem, mert először láttam ilyen autót, egyébként ez nem csoda, mert olyan nagyon sokat nem gyártottak belőle, és hát jó volt találkozni vele, na. Egyébként. Szóval ezt még nem bontottam ki, de azt hiszem, hogy tudom, hogy mi ez.
Igen! Itt a feladata közeljövőre nézve. Hát azért egy Peugeot-nak is kell lennie a szerkesztőségben, nem? Ezt is össze kéne rakni. Az egyetlen problémám az, hogy van még egy világtérképe, amit szintén meg kéne csinálni, úgyhogy nem tudom, hogy ez mikorra fog sorra kerülni, de azt tervezem, hogy 2025-ben lesz itt egy Peugeot is. De persze ott volt a Countach is, ami szerint, úgy tudom, tehát hogy megoszlik a vélemény, de elvileg úgy kell mondani, hogy Countach és nem Countach. De minden esetre ott volt az új verzió is, ami jól nézett ki, de nekem egyértelműen jobban tetszett a régi verzió ebben a méregzöld színben. És hát ott volt az Espada, ami egyszerűen csodálatos, és ott volt a Miura, és az a helyzet, hogy lehet, hogy kezdek benne lenni a korban, de én sokkal inkább vittem volna azt a Miurát, mint bármit a kiállító térből. És ezután elmentünk az üzemi konyhára, a Lambóéra, ami azért így nem igaz, mert ez egy független étterem, de hogy ott van valami 50 éve egyfolytában, és hogy ilyen nagyon-nagyon autentikus a hely, meg nagyon-nagyon üzemi étkezés, csak olasz módra, és tök jó kajákat ettünk, és minden a Lamborghiniről szól, és ott aztán láttuk a világ legmenőbb munkahelyi ruháját is, mert hogy tényleg, amikor az ember olyan fekete ruhába megy, amire rá van írva, hogy Lamborghini, azért az menő, és azt hittük ekkor, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, aztán elmentünk a Ferrarisokhoz, és láttuk, hogy azért a Ferraris munkaruha az hasonlóan nagyon-nagyon menő. És az a helyzet, hogy Ferrari múzeumból rögtön kettő is van, az egyik Maranellóban, a másik pedig Modenában van, és mind a kettő hatalmas, elképesztő terek állnak rendelkezésre, és mind a kettő külön-külön is 3-4-szer képes lenyelni a Lamborghini múzeumot, hát még így együtt, és elképesztő rekordok vannak ott, meg csodagépek, a GTO, az F40-es, az F50-es, az Enzo, a LaFerrari, a KC23-as, erre nem is tudtam egészen mostanáig, a KC23-as, azt életemben először láttam, és kiderült, hogy ebből egyetlen darab készült, meg ott van a 296 GTB is, és utóbbiból vettünk egy kicsit, szóval, hogy abból lett egy kicsi saját verzió is, amit Marci elhozott, és azt fel is vittük magunkkal a modenai toronyba, hogy tekintse meg a birodalmat. Autósoknak még érdekes lehet, hogy Modenában ott van a Maserati showroom, ami nagyon ígéretesen hangzik, hiszen a Maserati nagy épületében van, de borzasztó szomorú az egész, tehát hogy három autó árválkodott ott, azt hiszem, amiből kettő SUV volt, és hogyha valaki valami igazi Maserati élményre vágyik, akkor sokkal jobban teszi, hogyha a közelben a múzeé, a automobili Paninit keresi fel, ami egy farmon van, egy tehén farmon. Amikor érzed már, hogy mindenhol tehén szarszag van, akkor tudod, hogy jó helyen jársz, és elmész egy csomó ilyen kérődző tehén mellett, és akkor egyszer csak az egyik istállóban nem állatok vannak, hanem autók, de elképesztő mennyiségben a legkorábbi Maseratitól hát majdhogy nem a legújabbakig, néhány ilyen spéci limitált szériás példány is van közöttük, és még csak fizetni se kell a belépőjegyért, hanem annyi pénzt hagysz ott, amennyit jónak érzel. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív élmény volt. Maseratisoknak kötelező. Amúgy nyilván pokoli volt az egész. Szóval a nyugat egyértelműen haldoklik, Modenából átküzdöttük magunkat Pádovába, megnéztük a Giottót, megnéztük a várost, megnéztük reggel az urakat, ahogy jól kiöltözve, láthatóan jó egészségügyi állapotba kiülnek, olvasgatnak és kávézgatnak, szóval, hogy hát ez szörnyű, ez egyértelműen elbukott, ezen nincs mit szépíteni, szóval, hogy ennek vége. A hazaút pedig különösen viccesre sikerült, mert Marcika bejelentette, hogy miután egy hétig tök jó kajákat ettünk, ő szeretne egy KFC-ben kajálni, amiről én próbáltam lebeszélni, de aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és hát az egyetlen olyan KFC, ami kb. Ebéd időben az utunkba esett, az Maribor mellett volt méghozzá pontosan ott, ahol tölteni szoktuk az elektromos autót, mert ott van egy Ionity töltő, szóval ugyanazt az uticét kellett belőni, mint mindig, amikor elektromos autóval megyünk, és hát mondhatnánk azt, hogy na jó, de most legalább nem volt hatótávparánk, de hogy az a helyzet, hogy pontosan ugyanolyan hatótávparánk volt, mint elektromos autóval. Igen, mert elindultunk, aztán menet közben megnéztem a távolságot, és 268 km volt még az üzemanyag tankban, viszont 236 km volt a távolság, amit meg kellett tenni, és ez a 28 km, ez már elektromos autónál is éppen elég a parához. Aztán elkezdtünk felfelé menni a szlovén hegyekben, és minden elromlott. Szóval, hogy eljött az a pillanat, amikor 202 voltán az üzemanyag tankban, és 204 km volt hátra. Nem, pont fordítva, szóval 2 km-re több volt az autóban, mint amennyire szükség lett volna, de
aztán ez a két szám egyre inkább közelítette egymáshoz, aztán a hátraévő távolság az megelőzte azt, ami az autóban van, míg végül eljutottunk odáig, hogy 49 kilométert kellett még megtenni, és az autó már nem is mutatta, hogy mennyi van benne, szóval, hogy tényleg pont ugyanaz a para, mint annak idején, amikor elektromos autóztunk. Egyébként megérkeztünk a töltőhöz, töltöttünk üzemanyagot az autóba, majd utána bementünk a KFC-be, ahol ilyen 20 perces sorát, és összesen lemértem, várjátok, 49 perc telt el az autó tankolása és a KFC-ből való elindulás között, ami azt jelenti, hogy ha elektromos autóval mentünk volna, és rádugtuk volna a töltőre, amikor megérkezünk, akkor pont 100%-ra töltöttük volna, amivel nagyjából úgy haza is értünk volna már. Szóval, hogy igen, tehát, hogy benzinessel mentünk, de egy percet se nyertünk vele, egyet se. Na és nagyjából ennyi volt a túra, és baromi jól sikerült, és mindenkit arra tudok bíztatni, hogy ha van gyereketek, akkor próbáljatok vele kettesben is időt tölteni, és ez most tök mindegy, hogy ez egy nagyobb utazás, vagy akár csak egy fél délután, mert hogy baromira értékelik a gyerekek is, de szerintem a felnőtteknek is nagyon-nagyon sok energiát, meg pozitív töltést ad. És az az igazság, hogy a baráti körünkben sokan kipróbálták ezt a fajta együtt töltött időt, amióta én meséltem róla, hogy ez milyen jó, és mindenkitől az jött vissza, hogy ez tényleg fantasztikus. És tök más, amikor mondjuk ott van mind a két szülő, vagy hogyha van tesó, akkor tök más, mint amikor ott van a tesó, pláne amikor mind két szülő, meg az összes tesó is ott van. Szóval, hogy egészen más dimenzió, és ezek ilyen nagyon értékes percek, órák, napok tudnak lenni. Na, ez az adás ennyi. Most már nem fogunk visszatekinteni a későbbiekben, hanem mindenféle más jön, de köszönöm a figyelmeteket, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!